Und ich bin all dein Lob und ich bleib all dein Lob und ich bin ein liederlicher Lob. Eiserflasche, die ist so voll, wenn ich sie anschau, dann wär's mir wohl. A Hajósi Egyesületek háza udvarán már javában folyik a húsok feldolgozása. A rendezvényt a Polgárőr Egyesület és a Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület szervezi és finanszírozza. Ezt már 4-5 évvel ezelőtt gondoltuk, ezt az egészet többször beszéltünk róla, Kner Isti, hogy a tánccsoportnak az egyik fő tagja, és ő a Polgárőr Egyesület vezetőségében részt vett, közel 10 évig ő volt a titkárunk, ő volt a fő kapcsolat tartunk, és a kővel többször beszéltünk, és ők az táncosokkal is egyszer összeültünk, megbeszéltük, megpróbáltuk. Ez onnan indult ez a kezdeményezés, hogy a tánccsoport szeretett volna egy hagyományőrző disznóvágást, és a polgárőrségben pedig sok böllér tag van, és akkor így közösen szerveztük a disznóvágást, és ez most már hagyományteremtő céllal. És nagyon örülünk, ugye, hogy most ugye a szabályozásoknak köszönhetően ugye kinti rendezvényt meg tudjuk tartani, és akkor így újra együtt lehetünk, újra tudunk egy kis közösséget alkotni. Magának a disznónak a feldolgozása is, hiszen mi ugye forrázni szoktuk meleg vízzel a disznót ugye teknőbe, és akkor ezen kívül ugye nyilván a fűszerezések, a hurkakolbász, ami ugye egyedít felénk. Ugye nálunk ugye azért a kalocsai hatásnak köszönhetően azért a kalocsai fűszerpaprika ugye az nagyon jelentős. Szeretnénk ebből a disznóvágásból is hagyományt teremteni. Itt lényegében a disznóvágásnál annyi arról van szó, hogy jól érezzük magunkat, az itteni hajósi hagyományoknak megfelelően dolgozzuk fel az állatot, utána sütünk egy kis kolbászt, kis pecsenyét reggelire, megpróbáljuk úgy feldolgozni, hogy mindenkinek jó legyen, illetve szeretettel várunk mindenki érdeklődőt, és bárki bármi tehet, ihat, és jól érezzük magunkat, ennyi a lényege igazából ennek a dolognak. Jól szervezetten folyik a munka, mindenki tudja a dolgát. Lassan érkeznek a nézelődők is, akik már kóstolhatják az első finom falatokat. A fiatalok pedig elleshetik a kolbász és hurka készítés fortéjait. Jelen pillanatban sült májt panírozva, paprikás panírozva. Paprikás krisztben forgatva. Kis fokhagymával, savanyúsággal. És jó étvágyat kívánok mindenkinek. Ez minden háznál így szokott lenni reggelente. Mindig májsütés, és reggelente le van szúrva a disznó, ugye. A májsütés és idő után a délben törköl, sült húsok. És egyszerűen egy dínomdánom. Burka, kolbász, ez kész, meg van sütve. Utána sütök tarját. De azt is só paprikába, borssal. És nagyon finom lesz. Ez az apa. Ebből lesz a hurka. Ebből lesz a hurka. Ez most meg lesz főzve, és amikor megfőzött, akkor ki lesz szedve, és úgy lesz felőrába, és úgy lesz a hurka. Tehát ebben benne van a fej, a bőrke, meg a belső rész. A máj, a tüdő. És akkor ebből elméletileg lesz kétféle hurka. Lesz a májos hurka, meg a véres hurka. Az eredeti sváb, abban nincsen rizs. És a vér az úgy kerül bele, hogy az a sváboknál tehát csak naturba kerül bele a vér, és úgy lett megkeverve, és a legvégén a hurka még egyszer megvan a bál. A hajósi rendezvények elképzelhetetlenek harmonika szó nélkül. Az itteni gombos harmonika igazi különlegességnek számít. Schon 100 Jahre alt, kann man sagen. 100 ungefähr. Beim Ersten Weltkrieg haben sie die Soldaten das reingebracht. Hat ein Soldat in Ungarn das reingebracht. Und dann damit ist vorbereitet. Bereitet alle, überall. Ganz einfach, ganz altes Instrument. Diatonisches Harmonika. Da sind 6 Choren drin. Und das ist C, G oder F, nur eine Bestimmung hat das. Hajósra az elmúlt évtizedben sok német család költözött. Közülük is jó néhányan ellátogattak a rendezvényre. Diese Veranstaltung finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich denke, diese Traditionen müssen erhalten bleiben. Und mich freut ganz besonders, dass die jungen Leute auch hierher kommen. Die Alten nehmen die Jungen an die Hand und zeigen ihnen, wie es geht. Und ich hoffe, sie behalten es bei.
Délutánra elkészült a pörkölt, a hurka és a kolbász, a rendezvénysátorban, harmonikaszó mellett estig folyik a mulatság.